Ja, én kikapcsoltam, ja, bekapcsoljam. A papíró. A papíró? Kapcsolom már, de kibírja ez neki. Nekem két napig kibírja. Te nyomkod? Nem. Valaki nyomkodott. Egyvattos. Egyvattos állás megint. Egyvattos állás megint. Mennyi? 206-os. Örülök neki, hogy ilyen jó rádiód van. De egyébként tényleg egyetlen egy watttal vagyok. Egy Voxunk KGUVD1P és Szlovákia 9-elemes Jagi persze. Örülök neki, hogy ilyen jó rádiód van. De egyébként tényleg egyetlen egy watttal vagyok. Egy Voxunk KGUVD1P és Szlovákia 9-elemes Jagi persze. Az azt izé, azt hiszik, hogy hülyéskedünk? Mondja már neki szlovákul valamit. Ahoj, dobrý deň, vítáme na frekvencii každého. Dobrý deň, vítáme na... No. Úgy csináld a felvételt, hogy most vigyorgok, ülök a kalapén és most fülemig ér a szám, vagyis a szám a fülemig, vagy hogyha nem lenne fülem, körbe jönne fejemben a szám, nem is tudom már, hogy is mondjam, hogy jó nevetség. Breki a Pepe 977? Vételen a Pepe 977, szólok Szanda Szőrösen. Vagyok, tessék parancsolni. Szia, üdvözöllek, vagyok neked a Gergely. Szlovákiában vagyunk Újbást mellett, kitelepülve Domboldalba, 535 méter magasról. Egy Voxunk KGUVD1P-vel vagyok, és egy Nagoya kétsávos gépkocsi antenne egy adapter segítségével rá van szerelve a rádiómra. Vétel. Szervusz kérlek, én szólok Szanda Szőrös továbbra is. Kocka nélkül, igaz, kocka nélkül vagy itt, egy kettes érthetőséget tudok neked mondani. Az én felállásom egy Jézu ST8900, azt mondja, hogy egy aszódiféle fajta kétsávos antenna van fent a tetőn, ami egy 4 emetes ház tetején, plusz még megtoldottam egy 3 méteres árbocca. A kettő között pedig egy 155-ös kábel van, ami igazából nem valami tökéletes, mert csak panaszkodok rá mondhatni. Ez a konstrukció, vagyis inkább ez a, úgymond gyártás, vagy antenna kábel, ez valahogy nem jött össze, mert kettő is feleses vére van. De most egy 35 watttal megyek kifele irányodba. Ha, nagyon jó, nagyon jó. Ötös érthetőség, nagyon pici enyhe sus, de elhanyagolható, és 6 kockát csinálsz nálam itt a Voxunon. Úgyhogy nagyon jó, egy cigértékkel itt volt olyan 4-es érthetőséggel, de tökéletesen. Mondjad megint, jöjjön a Kobak? 100%-osan. Gyere még egyszer, Kobak, vagyis hogy mondjad neki, hogy jöjjön még egyszer. Figyelek, Kobak, közben Emi azt kérte, hogy még egyszer keresd már, vagy hívd már őket, légy szíves úgy fullba, hogy az előbb időt csináltad. Oké, oké, Bríko, Bríko, keresem én az Emit. Brekit, a Kobak rádió, full 50 watttal tolom neki, 78.00-val. Szevasz Emi, remélem hallasz, én sajnos nem hallok be ezeket, kitom a zajzárat most. Tökéletesen, egyes szigérték, nem tudom, hogy átjutok-e. Nem.
Lehet, hogy kevés. Hát akkor sajnos kevés. Nem tudom, próbálok még, de hát, na mindegy, akkor nem jutunk a... Hát egy négyes az SVR, ez a baj. Most az én antennám csak ilyen 6-8 méter magasságban van, hát az én magasabban vagyok, Pepe meg megint magasabban van, mint én. Tehát valószínű, hogy ez egy meghatés terjedése lenne, terjedés, akkor máskor, hogy összejöttünk, összebírtunk volna most is jönni. Rendben van, jó rádiózást vektek, sziasztok, örültem, hogy legalább így közvetítés alapján is, de hallottatok ennyivet, vagy legalább is én sem tudom, hogy volna a Pepe, hogy mi a helyzet. Na minden jót nektek, szép jó estét, meg sokat várom végig, tehát hallj. Jó hideg van. Nagyon képű legény vagy, öcsém. Honnan jöttél? Otthonról? Újbásból vagyok, Palóc vidékre. Hát anyám, ott halasszom még magam, nem vagyunk mi rokonságban, véletlenül társvérén. Ha! Veled? Nem is látlak csak olyan izéket, bugyborékokat látok a lámpába. Hát én vagyok a felvilágosító. Nem látok semmit, mert a szemembe világítasz. Hát na most így jó lesz? Ja, így ma jó látlak. Azt a hétit doríti. Kicsit feljebb, mert nem látnak a nézők. Jó napot kívánok, sargarépát kapálok, el akart hervadni, meg szabad elocsolni. Mit ezt itt, eh? Húcszag lesz. De csinálod. Jaj, de jó meleg. Na, hogy elérezd magad, itt kigyúg az erdő. Várja, majd így csinálom. De nagy nyúl. Na, Bréko, feljutok-e még? A Bréko, feljutok-e még? Breki, most akkor egy vattal ugyanez. Breki, most akkor egy vattal ugyanez. Nagyon feljutsz. Tökéletes, feljutok, szuper, köszönöm szépen, további kellemes szép estét mindenkinek, ahoy. Tökéletes, följutok, szuper, köszönöm szépen, további kellemes szép estét mindenkinek, ahol.